Visszatekintés címmel nemrég kiállítás nyílt a komáromi monostori erőd Dunai bástyájában. A Szőnyi Alkotókör elmúlt 10 évét összefoglaló tárlatról Hornig Rudolfné Évával beszélgettünk. A Szőnyi Alkotókörnek a 10 éves történetét próbáltuk itt összefoglalni, és bemutatni azokat a képeket, amit 2009-től kezdve alkottak a társaim. 14-en vagyunk, akik rendszeresen, folyamatosan készülünk ezekre a kiállításokra. Ez a 10 éves évforduló, kerek évforduló, ez gyakorlatilag úgy jött össze, hogy szerettünk volna bemutatkozni Komáromba egy olyan helyen most már, ahol mindenki több képpel meg tud jelenni, nem csak egy-egy alkotással, mint az Arany 17-be vagy a moziba. A Szőnyi Alkotókörnek a története az 2009-ben kezdődött, amikor is Nagy Judit művésztanár segítségével megalakult ez a kör, és végre azok a felnőttek és idősebb korosztályi, illetve fiatalok is végre egy ilyen alkotókörbe össze tudtak jönni, ahol a tehetségüket egy kicsit fejleszteni tudták, hiszen azért az elmúlt időszakban meg mostanában sincsen nagyon nagy lehetőség így Komáromon belül, hogy a felnőttek képezzék magukat. Aztán 14 volt az a nagyobb változás, amikor Judit a saját tehetségét, saját munkáira szerette volna jobban összpontosítani, így aztán művésztanár nélkül maradtunk. Saját magunk próbáltuk önképző kör néven tovább működtetni a társaságot, az alkotóműhelyt. Egy-egy alkalommal volt lehetőségünk Felvidéken Szilva József segítségével továbbképezni magunkat, a Művészeti Alapiskola segítségével, illetve Gancer Katalin volt még itt nyugdíjas művésztanár, aki egy fél évet segítette a munkánkat. Nagyon sok kiállításunk volt, hát viszonylag ugye ahhoz képest, hogy nem vagyunk képzőművészek, hanem mindenki a saját maga útján fejlődik tovább. Gyakorlatilag 25-26 kiállításunk volt. Ezek közül érdekesebb az volt, amikor az Endres csoport megbízásából 5. László Komáromba született királynak a történetét. Ez egy ilyen 3 hónapos időszak, amit ilyen képregényszerűen festettünk meg, illetve ehhez készítette Rabi Lenke a szövegeket. Aztán jöttek az évfordulók a város részéről, a 750 év történetét festettük meg képekben, amihez szintén Lenke írt szöveges ismertetőt, és azt hiszem, hogy ez a fajta bemutatkozás nagy érdeklődésre tetszett, mert egy-egy építmény mellett itt Komáromba elmegyünk, azt se tudjuk, hogy ki építette, mikor, a történetét nem igazán tudjuk, és ezzel így a kép és a hozzátartozó rövid szöveg még a gyerekeknél is berögzül, és hát felnőttek is örömmel fogadták ezeket a kiállításokat. Aztán következett Újszőn csatlakozása, akkor abból a témából merítettünk, Koppány Monostor csatlakozása, Ószőn csatlakozása, tehát mindig bővítettük ezt az anyagot úgy, ahogyan az egy-egy festő társunk befogadta történetet. Az idei, mostani kiállításról mit kell tudnunk? Hát az idei kiállítás ugye ez a 10 évről szól, ebbe vannak régebbi képek, illetve új képek. Az érdekessége az, hogy március 8-ára készültünk ide az erődbe virágokkal, és azért jelenik meg elsősorban nagyon sok virág, tehát ezek inkább újabb képek, de vannak a régebbi alkotásokból is, amiket így bemutattunk.
Az erőd nagy szeretettel fogadott bennünket, mi meg nagyon-nagyon örültünk, hogy végre ekkora helyen be tudtunk mutatkozni, illetve hogy lehetőséget kaptunk. A virágos képeken kívül látok itt portrékat is, és minden más jellegű grafikákat is. Igen, hát ugye a társaság elég változatos, mindenkinek más a habitusa, a stílusa, illetve más témákhoz vonzódik, úgyhogy ez megjelenik egy-egy alkotótársnak a munkáiban is, illetve hát ugye a tematikus feldolgozásoknál lehet látni azért, hogy Komárom történetében mondjuk a régészeti feltárásokkal előkerült anyagokat is próbáltuk megfesteni, és ehhez kénytelenek voltak a társaim ugyanúgy portrét festeni, mint hogyha éppen mondjuk ha szeretetből nekiálltak volna krokizni vagy arcképet festeni. A Szőnyi alkotókörnek milyen tervei, céljai vannak a jövőt tekintően? Hát szeretnénk együtt maradni, nagyon vidám, kellemes kis társaság. A Feszti iskola, aki befogadott bennünket ugye a Szőnyi Kultúrház után, ott kaptunk lehetőséget, hogy minden héten szerdán alkossunk, és hát vannak fiatal anyukák, akik ilyenkor megpróbálnak elszabadulni a családtól, illetve felvidékről is van tanító, aki átjár hozzánk, szintén fiatal anyuka, úgyhogy kiegészítjük egymást így az idősebb, illetve a fiatal korosztály nagyon jó hangulatú megbeszélések, alkotások ezek, tehát mindenki nagyon várja a szerdai napokat. A Szőnyi Alkotóműhely tagjai köszönetet mondanak a helyi művésztanároknak, Füriné Nagy Editnek és Nagy Juditnak a folyamatos segítségükért. A Visszatekintés című nagyszabású ingyenes kiállítást április 28-áig tekinthetik meg az érdeklődők a Monostori Erő Dunai bástyájában nyitvatartási időben.